A Városháza dísztermében tartotta meg alakuló ülését Kisújszállásváros önkormányzatának képviselőtestülete. Az esemény nyitásaként felcsendült nemzeti imádságunk, a himnusz, majd az ülés első napi rendi pontjaként a helyi választási bizottság elnöke, Szenci Ferencné adott tájékoztatást a 2024-es önkormányzati választások eredményéről. Ezt követően a megbízó levelek átadása következett, melyeket a város új polgármestere és a megválasztott képviselők vettek át. Kisújszállásváros első embere, Szűcs Tamás az ülésen letette polgármesteri esküjét, majd átvette az önkormányzat egyik jelképét, a polgármesteri láncot. Ezt követően az önkormányzati képviselők eskütétele következett, majd az újonnan beiktatott polgármester mondott köszöntő beszédet. Én ennek a testületnek az összes tagjával szeretnék együtt tenni Kisújszállásért, azért az egyszerű ok, mert ez a kötelességünk, mert a kisújszállási polgárok erre hatalmaztak fel bennünket, ez a feladatunk, erre esküdtünk fel a mai napon. Ez persze ők is, mindenki kell majd, meg leginkább sok-sok munka. Az alpolgármesterek Tatár Zoltán és Horváth Péter, valamint a bizottságok tagja is esküdtettek az alakuló ülésen. A város első emberét arról kérdeztük, milyen érzések kavarognak benne most, miután Kisújszállás vezetőjévé választották. Rengetegen kérdezik, hogy készen állunk, felkészültek vagyunk-e. Nyilván nem is mondhatunk mást, mint hogy igen, készen állunk. Rengeteg jó dolog mellett, ami ebben a városban történt, mert nagyon hálásak vagyunk az elmúlt 4 ciklusban tevékenykedő városvezetésnek. Tényleg nagyon jó alapok vannak Kisújszálláson. Én külön hálás vagyok Kecse István polgármester úrnak, aki 4 ciklus után úgy döntött, hogy nem folytatja tovább, de ahogy megbeszéltük, bármikor felhívhatom, fel is fogom hívni, hogyha szükség van rá. És nagyon hálás vagyok a társaimnak, én nem véletlen mondom azt, hogy társaim, sőt csapattársaim, mert én csapatban gondolkodom, és azt gondolom, hogy csak is csapatként tudunk eredményesek lenni. És ez a város úgy kaphat új impulzusokat, hogyha együtt, egységesen végezzük majd a munkát, adott esetben akár a világról nem ugyanúgy gondolkodókkal együtt is, tehát akik nem velünk vannak egy politikai oldalon, mindenkinek szükség lesz a munkájára. Az alakuló ülést megtisztelte jelenlétével dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is, aki elmondta, ismét jó kezekbe került a város, így tovább folytatódhat Kisújszállás szépítése és fejlesztése. A mai naptól Kisújszállás polgármestere Szűcs Tamás, aki a Fidesz-KDNP soraiban indult, megnyerte a választást, és az önkormányzatban is a Fidesz-KDNP-nek van többsége. Én gratulálok polgármester úrnak, a testület valamennyi tagjának, és jó munkát kívánok. Fiatalos lendülettel, lelkesen folytatják azt a munkát, amelyet a korábbi kiváló önkormányzat élén Kecse István polgármester úrral végzett Kisújszállásért, a nagykunsági emberekért. Kisújszálláshoz számos szál köt. Ide jártam a gimnáziumba, barátaim élnek a településen, és mai napig gyakran megfordulok itt. A Nagykunság egyik legszebb, legcsinosabb városa, és örülök annak, hogy az elmúlt években olyan fejlesztések voltak, amelyekre rá lehet alapozni az elkövetkezőeket is. Itt különösen azt emelném ki, hogy a 4-es autópálya hamarosan elkészült, tehát Kisújszállásnak a megközelíthetősége javulni fog. Ez újabb lehetőséget nyit a munkahely teremtésre, a turizmus fejlesztésére. Itt eddig is nagyon szép sikerek voltak, hiszen a kisújszállási strandfürdő, a szálloda az vonza az ide látogatókat. Én bízom abban, hogy a eddigi alapokra építkezve tovább lehet folytatni azt a települést fejlesztő munkát, ami elkezdődött. Hubay Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke riporterünknek elmondta, hogy a június 9-én lezajlott választásoknak köszönhetően továbbra is folytathatja a polgári oldal Kisújszállás vezetését. Kecse István polgármester úr 4 cikluson át tartó regnálását követően Szűcs Tamás polgármester úr veheti át a stafétát. Ő vette át a várost jelképező
érmet és azt a közösség általi megbecsülést is, ami azt gondolom, hogy egy polgármesternek előre is jár, de nyilván majd neki meg kell szolgálnia ezt esküjének megfelelően, mind a hazáért, mind pedig Kisújszállásvárosért kell dolgozni, és ugyanez igaz a képviselőtestületre is, akik között továbbra is vannak a Jászlóskun-Szolnok vármegyei közgyűlés tagjai. Így azt gondolom, hogy Kecser István polgármester úr leköszönő polgármesterként most átül a Jászlóskun-Szolnok vármegyei közgyűlésbe. Én bízom abban, hogy olyan munkatársként fogunk tudni együtt dolgozni, ami egyrészt a Fidesz-KDNP frakció összefogásában, a képviselők hatékony munkavégzésében, az egyes párt politikai hovatartozástól független viták lefolytatásában, annak moderálásában számíthatok képviselő úrra, számíthatok arra is, hogy Szűcs Tamás polgármester úr úgy fogja képviselni a várost a közgyűlés előtt, hogy azzal hatékonnyá tudja tenni a város további fejlesztését, hatékonnyá tudja tenni mind a város, mint pedig a közgyűlés munkáját. Halász János, a Fidesz-KDNP frakció vezető helyettese elmondta, hogy a korábbi polgármesterrel, Kece Istvánnal is remek kapcsolatot ápolt, de úgy látja, hogy Szűcs Tamás is tökéletesen alkalmas lesz a város vezetésére, hiszen eltökélt és tele van célokkal, melyeket meg is szeretne és meg is tud valósítani. Nagyszerű folytatója lesz az eddig elért eredményeknek, az eddigi munkának, mert nagyon fontos a folyamatosság. Azt is láttam rajta, hogy benne van a megújulás lehetősége. Az, hogyha jön egy új ember, nyilván az jelenthet új irányokat is a régi hangsúlyok megtartásával. Mindenre polgármester úr nagyszerűen alkalmas, kapcsolatteremtésével, kitekintésével, a világlátásával pedig Kisújszállást tudja újra pozícionálni, ami nagyon fontos lesz a városnak. Én bízom benne, hogy nagyon hamar eredmények is lesznek, ahogy őt ismerem, nem is elégszik meg majd az igazán nagy eredményekkel sem, mert mindig többre és többre tör, és ez a legjobb, a város a legjobb választást hozta, hogy őt polgármesternek választotta, és nagyon nagyszerű a testület összetétele is, hiszen egy nagy többsége van polgármester úrnak, tehát azok az elképzelései, amelyek nagyon határozottan megvannak benne, és ezt elmondta a kampányban, most a nagyon nagyszerű beiktató beszédében is, azt mind van kivel megvalósítania. Jó ezt látni. Az ülésen a testület döntött a szervezeti és működési szabályzat módosításáról, az önkormányzat részvételével működő társulásokba történő delegálásokról is. Szűcs Tamás polgármester elmondta azt is, milyen célokat tűztek ki maguk elé. Rengeteg tervet megfogalmaztak már, de talán ezek legfőbb eleme a városmarketing. Eltökélt szándékunk, hogy Kisújszállás ne csak a Nagykunság kulturális fővárosa legyen, hanem ország és világszerte még nagyobb népszerűségnek örvendjen, hogy a város ne fogjon tovább, megpróbáljuk megoldani a helyi munkaerőpiaci problémákat, a helyi orvoslással kapcsolatos teendőink is tudjuk, hogy vannak bőven, de az egyeztetéseket már elkezdtük, ezt most így utólag elárulhatom már sokkal korábban. Sok erőt adott ez a sok beszélgetés, amelyet a helyi civilekkel, a helyi cégvezetőkkel, a politikai élet szereplőivel folytattunk, gondolok itt akár Hubai elnök úrra, vagy F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrra, de említhetném Fazekas Sándor miniszter urat is. Nagyon hálásak vagyunk a támogatásukért, és a jövőben is szeretnénk, hogyha támogatnának bennünket. Biztos vagyok benne, hogy Kisújszállás és Karcag tökéletesen megfér egymás mellett, és biztosak vagyunk abban, hogy itt is, ott is jó élni, segíteni fogjuk egymás munkáját, de a környező többi települést is említhetném. Úgyhogy alig várjuk, hogy belecsapjunk. Ahogy mi szoktuk mondani, amikor egy picit úgy csüggedünk, vagy kezdünk fáradni, mert rengeteg munkát beletettünk ebbe a kampányba. Hajrá, Kisúj! Mostantól kezdve tehát új vezetése van Kisújszállásnak. A városvezetés továbbra is azon lesz, hogy tovább építse, szépítse a települést, és hogy otthon érezzék magukat itt az emberek. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében eredményes és sikerekben gazdag munkát kívánunk polgármester úrnak és a testület tagjainak.